A koronavírus járvány közepette is zajlik az élet éjszaka a londoni New Covent Gardenben. A nagybani piacot ilyenkor töltik fel friss áruval. A vendéglátósoknak a lehető legfrissebb gyümölcsökre és zöldségekre van szükségük, ezzel azonban januártól komoly gondok lehetnek a Brexit miatt. A termékek jelentős többsége a kontinensen terem, a szállító kamionok azonban újabban órákat vesztegelnek a határellenőrzésnél, és sokan attól tartanak, hogy ez csak a kezdet. A Nature's Choice kereskedelmi igazgatója azt mondja, a termesztéssel nincs gond, probléma az áruk terítésével van. Ezek a Portugál és Spanyolországi gazdaságaikból Franciaországon keresztül jutnak el Calais-ig, és ez az, ami miatt aggódik. A termékeket hűtőkamionokban szállítják, de vannak köztük olyanok, amelyek nem bírják ki sokáig. Például a fejes saláták, melyeket 48-56 órán belül fel kell használni. Ezeknél gyakran tapasztalunk értékromlást mostanában, így néhány dolgot újra kell gondolnunk. A bébispenót levelei nagyon rövid ideig őrzik meg a frissességüket akkor is, ha hűtőkamionban szállítják őket, mondja a Nature's Choice igazgatója. A hűtött árukat szállítók szövetsége, a Cold Chain Federation vezérigazgatója a kérdést más oldalról közelíti meg. Nagy problémák vannak a tudatossággal, a szállító cégeknek sokkal több információra lenne szüksége a megrendelőktől, mondja Shane Brennan, majd az előkészítés fontosságáról beszél. Az a kifejezés, hogy határkész a szállított áru papírjaira vonatkozik, amelyeknek időben rendben kell lenniük ahhoz, hogy az áru minél előbb átjusson a határon. Riporteri kérdésre a szakember azt mondja, ha ez nem így történik, az késedelemhez vezet. Ha hiányosak a papírok, megállítják a járművet, és hosszadalmas ellenőrzés következik, ami beindítja a dominó elvet. Az egész folyamat drámaian lelassul, a kis késések összeadódnak, és a lánc végén már nagyok lesznek. A brit szupermarketek megpróbálnak felkészülni, felhalmozzák a tartós élelmiszereket. A kormány szerint a brit szállítási lánc rugalmas, így nem lesz jelentős élelmiszerhiány. A legnagyobb brit szupermarket lánc, a Tesco elnöke azonban arra figyelmeztet, nem kizárható, hogy hetekig, sőt hónapokig hiány lesz friss zöldségből és gyümölcsből. Mások szerint pedig ez inkább biztos sem, mint kockázatos, bizonytalan csak az, hogy a hiány meddig tart, összeges helyszíni tudósítunk.